Az elmúlt héten két nap alatt kétszer is pályára léptek a Sunshine Jigse kosarasai. A Hajdúhatháztól korábban hazai környezetben 3 ponttal kaptak ki Kovács Tibor tanítványai, akik ezúttal nem tudtak szoros meccset játszani, a fizikai és magassági fölényben lévő vendéglátók 98-60-ra megnyerték a mérkőzést. Másnap az idegenben 32 ponttal legyőző Szerencs látogatott a Vescsik csarnokába, ahonnan végül 74-65-ös győzelemmel távozott a borsodi gárda. Tisztában voltunk a szerencserejével, hogy nagyon jó szervezett játékot játszik, rutinos és fiatal játékosok egyvelegében dolgozik a csapatuk, és sajnos kisarányú vereséget szenvedtünk hazai pályán, amit elsősorban magunknak köszönhetünk, mert 3/4-en keresztül jól ment a játék. A 4. negyed elején volt egy 3 perces periódusunk, amikor több eladott labda kimaradt helyzet, és erre már nem tudtunk a végjátékban válaszolni. Csütörtökön 20 óra 15-kor a bajnoki címvédő Szolnok U23-as csapatát fogadják a nyíregyháziak a Vecsik iskola csarnokában. Az idegenbeli meccsből kiindulva egy komoly összecsapásra számítunk, ugyanis a Szolnok U23-as csapat ugye a NB1 A-csoportos U23-as bajnokságban is kimondottan jól szerepel, valamint szerkezetileg egy igen jó csapat fog hozzánk érkezni, ugyanis 4 2,10 m játékos és a fölöttivel rendelkeznek. Közülük is kiemelkedő ugye a Peringer Balázs, illetve a Zsíros Péter, akik az A-csoportos felnőtt csapatnak is a tagjai, és nyilvánvalóan ők is komolyan veszik ezt az NB2-t, azért is, mert lehet fejlődni, és egy jó alapot ad nekik az A csoportra. Az NB2 keleti csoportját a DKA Delc vezeti 100%-os teljesítménnyel a 13-3-mal álló Cegléd és a 14-5-ös mutatóval rendelkező Szolnok előtt. A Sunshine Jigse eddig 8 győzelem mellett 7-szer szenvedett vereséget.